Ez az én pszichológusom, ez elemez lényegében. Az igazság, hogy az első zenei élményem az a Led Zeppelinhez köthető, mert apukám ladájában, akkor kicsi voltam, állandóan Led Zeppelin ment iszonyú hangosan, tehát így manapság már mindenféle ilyen fülvédők vannak a gyerekeknek, meg óvják a nagy hangzavartól, meg minden, hát én gyakorlatilag 0 éves koromtól iszonyat hangzavarban nőttem föl, vagy a kocsiban, ha vittek, valahova a ladába állandóan üvöltött a Led Zeppelin. Az első konkrét élményem, hogy apukám így mutatja nekem a imitálja a gitárszólót, meg a dobszólókat így a ladában. De az első konkrét lemez, ami mint lemez meghatározó volt nekem, az érdekes mondan a Nirvana-nak az MTV Unplugged-ja volt. Ez ugye 94 karácsonyán kapta meg anyukám apukámtól ajándékba, és nálunk egész karácsonykor ez a lemez szólt. És akkor 10 éves voltam, szóval most az egész Nirvana dolgot én akkor így nem láttam át igazán, de akkor nagyon belezúgtam ebbe, és ez ilyen nagyon nagy élmény volt nekem az, hogy nálunk nem a kis karácsony, nagy karácsony ment, hanem Nirvana szólt karácsonykor, és ettől én nagyon különlegesnek éreztem a családomat. Vendégünk a Volt Fesztivál projektvezetője, Filutás Anna, szia! Szia, szia! Sziasztok, és köszöntöm a nézőket! Rátérnénk a konkrét programjaira a fesztiválnak, azért ugye ezt el kell mondani, hogy most láthattuk az Én Lemezem című sorozat első részének egy kis részletét. Hogy kapcsolódik ez konkrétan a Volthoz? Tehát az Én Lemezem sorozat most debütál idén a Volt Fesztiválon, amiről azt kell tudni, hogy nagyon híres magyar zenészek mesélnek a saját azokról a lemezekről, amik a leginkább inspirálták őket, és bemutatják azt, hogy honnan indultak, hogy mi az, ami zeneileg megmozgatta őket, honnan jönnek. Alapvetően a Volthoz úgy kapcsolódik, hogy a Voltnak mindig fontos eleme volt az élő zene, illetve a magyar zenekarok is otthon érzik magukat a Volton, tehát az egy dolog, hogy eljönnek és lenyomják a koncerteket, de nagyon sok magyar zenekar tényleg szeret a Volt Fesztiválon lenni, akár egész hétre lejönnek, és együtt is buliznak velünk, illetve sokszor korábban akár kiemelt fellépéseket is tartottak nálunk, szülinapokat, lemezbemutatókat, hasonlókat, tehát hogy nagyon erős a kapcsolódás ezekkel a zenészekkel, és úgy gondoltuk, hogy ez egy tök jó alkalom, hogy a közönség egy kicsit jobban megismerhesse azt, hogy honnan jönnek, és mi az inspirációjuk. Hát ez biztosan. Marsalkó Dávidot hallhattuk az imént a videóban. Kikkel készült még ilyen interjú a sorozatban? Most indultunk múlt hét szerdán, ha jól emlékszem, és Marsalkó Dáviddal pont azóta megjelent már Lábas Vikivel, de benne lesz a sorozatban Kalambó, Kis Tibi, vagy a Karszonkómások, tehát hogy tényleg megpróbáltuk így a kicsit klasszikusabb zenekaroktól az egészen fiatal, friss előadókig megvizsgálni a teljes palettát, és nagyon sokan jönnek a Voltra is közülük majd fellépni. De ugye most kimaradt 2 nyár Volt Fesztivál nélkül, és hát itt telt el 2 nyár. Mi az, ami mondjuk a régiekhez képest változás lesz, és mi az, ami marad? Hát alapvetően nagyon, nagyon nehéz visszatérni, ezt így a teljes csapat nevében mondhatom, egy kicsit mi is elszoktunk, nem csak a közönség a fesztiváloktól, illetve a fesztivál szervezéstől. A Volt Fesztivál ugye Sopronban, Elővérekben van megrendezve, ami most idén nagy különbség lesz, és 2019-ben szerintem a legnagyobb kritika is érte a fesztiválon a kempingünket, ugyanis egy viszonylag napos területen a nagy színpad mögött helyezkedett el, minimál infrastruktúrával, és nagyon hiányolták a fesztiválozóink, főleg a törzsközönség a korábbi árnyas lővérkempinget, úgyhogy ez például az első olyan változás, amit igyekeztünk meghallgatni a közönségünk vágyait, hogy magát a kempinget visszaköltöztettük a lővérkempingbe, ezáltal a megszokott helyükön sátrazhatnak, és remélhetőleg árnyékban. Illetve hát fesztivál a színpadok kapcsán hasonló mennyiségű színpaddal készülünk, tehát lesznek nagy színpadaink, kicsit kisebb színpadaink, a klasszikus borfalu, ami a Volt Fesztiválnak egy elengedhetetlen eleme, ahol a soproni borászok megjelennek, és szerintem a helyieknek biztos, hogy a kedvenc helyszíne a fesztiválon, de a törzsközönség nagy részének is egy ilyen iszonyú hangulatos kisebb helyszín.
és emellett készülünk egy új helyszínnel is a Telekom Craft kertel. Én pont ma jelentettük be, hogy ez a helyszínünk is megnyílik a fesztiválon, ahol pedig az összes, ez egyfajta ilyen csomópontja lesz a fesztiválnak, ahol az összes olyan egyéb nem zenei, kisebb, különlegesebb programot összegyűjtöttük, amik nem feltétlenül a zenei programokhoz kapcsolódnak. Hát elképesztő, hogy stadionsztárok érkeznek a fesztiválra, akik önmagukban is megtöltenének bármilyenféle csarnokot. Kik ők? Hát ugye a kedden már rögtön a Muse-zal kezdünk, aztán szerdán jön a Killers, őket mondhatjuk szerintem klasszikus értelemben vett stadionsztároknak, de ugyanúgy iszonyú nagy névnek számít a Bring Me The Horizon is, aki már egy kicsit a fiatalabb generációt szólítja, meg előttük amúgy Youngblood lép fel, aki meg abszolút most egy ilyen az elmúlt két évben egy nagyon, nagyon erősen feltörekvő személyiség is, és vannak olyan klasszikusaink is, mint például a szombati záró bulira a Pendulum, akik meg a volt nagy visszatérői, illetve a San Fortivano érkezik még péntek estére, így megnyitva a hétvégét. Én nekem, aki Sopronba házasodtam be, az egyik kedvenc szlogenem az, hogy mindenütt jó, de a legjobb Sopron, viszont az sem rossz szlogen, hogy vannak fesztiválok és van a volt, de miért pont erre esett a választás? Mit takar ez a szlogen? Igazából azt gondoljuk, hogy a volt az elmúlt 30 évben, azt hiszem, hogy pont most lenne a 30. volt fesztivál, hogyha nem marad ki az elmúlt két év, egy kicsit már fogalommá vált, tehát nem azt mondod, hogy jössz fesztiválozni a voltra, hanem megyünk voltozni, akik ott vannak, ők a voltosok, tehát hogy tényleg a voltozás szerintem itthon egyfajta unikum, hogy tényleg annyira más, mint többi fesztiválok, vagy annyira régre nyúlik vissza, hogy olyan tradíciói vannak, hogy ez már így kialakult az emberek fejében, és nagyon sokan már line-uptól és fellépőktől függetlenül azt mondják, hogy nekik ez az a fesztivál, amit minden nyáron, még hogyha csak egy napra is, vagy rövidebb időre, de meg szeretnének nézni. Hát akkor jó munkát kívánunk a szervezéshez, és aztán majd jó fesztiválozást. Köszönjük, hogy eljöttél. Én is köszönöm.